A 100 kilométeres ultrafutó országos bajnokságon Szabó Csilla bronzérmes helyezést ért el. Arról, hogy hogyan élte meg ezt a távot, milyen a közös munka edzőjével, stúdiónkban árult el nekünk. Stúdiónkban köszöntöm Szabó Csillát, aki a 100 kilométeres ultrafutó országos bajnokságon ért el bronzérmes helyezést, és edzőjét Barta Attilát. Még azonban mielőtt a versenyre rátérnénk, kezdjük egy kicsit az elején, Csilla, hogy mikor és hogyan kezdődött nálad a futás? Üdvözlök mindenkit! 2005-ben a harmadik gyerekem születése után gondoltam úgy, hogy kimozdulok egy kicsit, és csak hobbi szinten elkezdtem saját kedvemre futni. És honnan jött ennek a szeretete? Vagy mert igazán szenvedélyé is vált? Az évek során rakódott így össze, de tényleg csak azért, hogy kiszabaduljak a hétköznapi monoton munkából, és akkor úgy rendeztem a gondolataimat. És ebből a hobbi szintű futásból hogy lett a versenyzés? A középső gyermekem az Aquapark futáson nagyon sokszor segített, és egyszer ők a vicc kedvéért beneveztek engem egy futóversenyre. És így mentem el egy versenyre. És azt hogy élted meg? Hát egy kicsit erőszakként éltem meg a gyerekek részéről, de aztán mivel jól éreztem magam, és már ott is dobogóra kerültem, utána szép sorba jöttek a versenyek. Gondoltad egyébként, hogy ebből dobogó lesz ebből az első versenyből? Nem. És hogy ez megadta az a további löketet a versenyzéshez, vagy inkább maradtál még a hobbi szintű futás? Maradtam a hobbi szinten, és inkább itt a város szélén futkároztam. És mikor érezted azt, hogy kellene egy edző? Vagy amikor már komolyabban foglalkoztál a futással? Ott a férjem volt, aki érezte, hogy edzőre van szükségem. Ő tudatosan keresett edzőt mellém. Akkor készültünk az első maratonomra, és Attilával ott találkoztam igazából, már eljött megnézni engem, és akkor utána kezdődött egy itt a munka kapcsolatunk. Eljött megnézni engem, hogy idézem Csillát, hogy emlékszel vissza erre? Hát a történet az, ha pontosak akarunk lenni, akkor az úgy szól, hogy a férje megkeresett engem, hogy nem foglalkoznék el Csillával. Ez 2016 áprilisban volt. És a maraton előtt voltak akkor pár héttel, és én akkor úgy voltam vele, hogy abban a pár hétben már nem szólnék bele, csinálják végig azt a munkát, amit addig ők közösen csináltak. A versenyen ott voltam, láttam, megnéztem, és akkor a maraton után kezdtünk el együtt közösen dolgozni. Mit néz meg ilyenkor egy edző lehetséges tanítványán? Hát igazából ez csak ilyen lelki támogatás volt, tehát ott a jelenlét az, hogy ott vagyok, én csinálni fogjuk, beszélgettünk, és elkezdtük a közös munkát utána. Hogy indult a közös munka? Milyen volt az összecsiszolódás, vagy a munka? Hát az elején ott döcögött egy kicsit a szekér. Nem nagyon találtuk a közös hangot. Voltak olyan dolgok, amiket ő nem értett. Miért kell lassabban futni, mint korábban? Mi az, hogy a pihenés is egyfajta edzés? Aztán, ahogy jöttek az eredmények, nyilvánvalóan ő is látta azt, hogy ez működni fog ez a dolog, és szépen lassan ezek a diszonanciák, ezek elmúltak, és azóta összhangban dolgozunk. Milyen sikerek halmozódtak fel, mióta megindultak a közös munkák? A 2017 az számomra egy nagyon eredményes év volt. Gyakorlatilag minden távon elindultam, ahol versenyezni lehetett, a 7 kilométertől egészen a 100 kilométeres futásig. Ennek csak annyi volt a célja, hogy megtaláljam, hogy melyik táv az, ami közel áll hozzám. Hogyan lehet ezekre a távokra felkészülni? Azért én, mint laikus, gondolom, más jelent egy 7 kilométer, meg más egy 100 kilométer. Mi ennek a jó taktikája? Hát ezt inkább az edzőm tudná, mert azért leveri a víz, mikor én így bejelentem, hogy most erre megyek, most arra. Ő tudja, hogy. És akkor? Igen, ez a nehézség a vele való munkában, hogy abban még nem vagyunk elég tudatosak, hogy a versenynaptárat úgy megtervezzük, ahogy azt meg kell. Tehát van, amikor improvizálni is kell. Ez igazából a versenyidőszakra vonatkozik. Most egy szerencsés terminusban voltunk itt a 100 kilométeres verseny előtt, mert volt 3 olyan hónapja, amikor nem indult sehol, és ilyenkor lehet alkotni, és tudtunk dolgozni rendesen.
Sokat emlegettük ezt a 100 kilométeres versenyt, még mielőtt a verseny részleteibe belemennénk, a előtte való felkészülésről beszéljünk, hogy lehet felkészülni, akár fizikailag, akár lelkileg egy ekkora távra. Nagyon sok futás. És lelkiekben? Mindenképpen szükség van szerintem a fejre is, tehát nem csak a láb futott. Mi volt lelkiekben? Tehát voltak például holtpontok, amikor mondjuk feladtad volna? Nem. Akkor nincs is ilyen, hogy hogyan lehet túllendülni mondjuk egy adott holtpontot. Biztos van másnál, de én még nem éltem meg, tehát ezt még nem tudom. Azok, akiket érdekel a futás, vagy szeretnének mondjuk egy ilyen távon akár részt venni, mind a ketten, mit tudnátok nekik tanácsolni? Hát az ultrafutás azért az egy külön történet, tehát nem itt kell elkezdeni. Tehát ahhoz, hogy valaki odaálljon egy ilyen versenyhez, az a mállétrát azért azt végig kell járni. Rövidebb távok, hosszabb távok, van olyan is, aki nem is alkalmas arra, hogy egy ilyen távot lefusson. Nem, ez egy extrém történet azért, ez a maraton fölötti futás viszonylag szűk réteg csinálja. Félmaraton, ami talán a legnépszerűbb úgy a futók között, mert az úgy is szokták mondani, hogy a bárki által teljesíthető táv. A maraton ugye az mindig egy nagy kihívás, hiszen annak van egy mítosza. De ha valaki csak az 5 vagy a 7 kilométerbe, vagy a 10 kilométerbe találja meg a saját örömét, szerintem az ugyanolyan jó dolog. Bronzérmet értél el ezen a versenyen, ilyen eredményre számítottál, vagy számítottatok? Nem igazán számítottam rá, én pusztán azért mentem, mert egy spártai százast megcsináltam decemberben, és pontosan 3 hónap telt el a következő 100 kilométerig, és arra voltam kíváncsi, hogy 3 hónap alatt mit lehet javulni. És azt, hogy most ezt a jó eredményt elérted, ez mit jelent neked? Milyen jelentőséggel bír? Hát nagyon nagy jelentősége van a szememben, mert tényleg olyan emberekkel futhattam egy pályán, akik most fogják képviselni Magyarországot az Európa-bajnokságon és később a világbajnokságon is. Milyen versenyek vannak idénre betervezve, vagy tervek? Vagy, hogy említetted, hogy ugye így random beszoktad dobni, az még... Most Krakóba megyünk, az biztos, egy maraton futni, aztán szeretném az ultra tisztató futást megcsinálni, ez egy 111 kilométeres verseny. Másik álmom még egy 12 órás futás, ami ugye egybe 12 óra. Ezen még egyeztetünk, mert nem fogadta lelkesen az ötletet. Még közel van a kettőnyéshez. Egyébként csak tehát az időnek mekkora szerepe van akár két verseny között? A regenerációnak nagyon fontos szerepe van, hiszen egy ilyen 100 kilométer után az ember 2-3 nappal futni sem nagyon kíván. Tehát most ugye 2 héttel vagyunk durván a verseny után, a regenerációs szakasz nagy részén már túl vagyunk, és most a hétvégére fogunk eljutni oda, hogy már olyan jellegű munkát is fogunk végezni, ami már izgalmas, meg érdekes. Tehát most gyakorlatilag egy ilyen 2 hetes, ilyen könnyebb munkát végeztünk. Mennyit szoktál egyébként edzeni? Vagy egy edzés, az hogy néz ki? Ott van 1 kilométer bemelegítés, aztán a megadott feladat végrehajtása és 1 kilométer levezetés, körülbelül ennyi. És a megadott feladat, az mit jelent? Hát az változó. Tehát mi pulzusmérővel dolgozunk, mi alapvetően pulzus alapú edzéseket írok ki. Különböző pulzusokon kell ezeket a futásokat elvégezni, vannak különböző szakaszok, amelyek változó pulzusokkal, vannak lassabb részek, gyorsabb részek, van, amikor csak monoton, egy tempóba kell futni. Tehát ahhoz, hogy az egész ne legyen egy unalmas történet, azt variáljuk, meg a különböző jellegű munkák, azok különböző tulajdonságot hoznak ki az emberből, állóképességet, sebességet. Mi az értéke ennek az eredménynek? Hát ez ugye egy magyar bajnoki bronzérem, de ez nem jelenti azt, hogy ő a harmadik leggyorsabb futó 100 kilométeren Magyarországon. Több olyan versenyző van ebbe az ultra világban, akik nem voltak itt. Gondolunk Lubis Szilvire, Vágó Boglárkára, vagy akár Marázs Zsuzsira, akik nemzetközi szintű versenyzők. Ezért ahhoz, hogy ezt a eredményt értékelni tudjuk, érdemes egy kicsit kitekinteni a világba. Hiszen a futás az egy mérhető sportág, össze lehet hasonlítani más versenyeknek az eredményeivel. Erre szerencsére a Német Ultrafutó Szövetség segítséget ad. Nekik van egy honlapjuk, ahol statisztikai adatokat vezetnek arról, hogy
különböző eredmények, ki milyen eredményt ért el, és minden évben ez alapján készül egy ranglista. Az idei évről még nem érdemes számot vetni, hiszen még csak két hónap telt el, két és fél, három hónap telt el ebből az évből. Viszont, hogyha a tavalyi évet megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezen a távon nagyjából egy olyan 2000 ember indult. És ebből a 2000 emberből ez az idő, amit Csilla most elért, ez a 78. idő. Még érdekesebb a helyzet, hogyha ezt leszűkítjük az ő korcsoportjára. Mert azért igaz, hogy ez nem a fiatalok sportja, de nagyon sok olyan futó van, akinek akár az édesanyja is lehetne. Ha megnézzük ezt a szűkített csoportot, ahol még mindig legalább 400-an vannak, akkor ez az idő, ez a 9 óra 5 perc 44 másodperc, ez már a 10. idő. És ez adja ennek a versenynek az értékét. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és sok szeretettel várunk benneteket legközelebb is, ahol reméljük újabb magas versenyekről tudtok majd beszámolni nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen.